A november 27-i képviselőtestület ülés döntéseiről Hámri György polgármester beszélt. Polgármester úr, rendhagyó módon egy elismerés átadásával kezdődött a novemberi testületi ülés. Ki kapta az elismerését, illetve milyen díjat vehetett át? Én azt gondolom, hogy valóban nem csak a díjazott számára, hanem a város számára is egy nagyon felemelő eseménnyel kezdődött a mai közgyűlésünk, és nagyon örülök, hogy Németh Zoltán elnök úr rengeteg teendője között mégis le tudott jönni, és megtisztelte a rendezvényünket, és személyesen adhatta át Szálkovics Imrének a megye szolgálatáért sporttagozati díjat. Imrét aztán nem kell bemutatnom, hiszen nem is olyan régen Kapuvár is kitüntette a sporttevékenységéért, ugye Bodorödön díjat adtunk át a számára, és én azt gondolom, hogy az eredményei azok annyira magasak és elismerésre méltóak, hogy a megye is tolerálta itt ezt a teljesítményt, és ezzel a díjjal tüntette ki Imrét. Öröm, hogy Kapuváron vannak ilyen eredmények, és én azt gondolom, hogy ha most az elmúlt időszak, és nem csak a sport, hanem a kulturális télen napvilágot látott eredményeit vesszük, akkor Kapuvár büszkélkedhet nagyon, hogy ilyen tevékeny civil élet folyik a városba, ráadásul eredményes. Abból a szempontból is nagyon fontos ez a díj, hiszen maga a sporthorgászat az nem egy nagyon köztudatban lévő sport, nem egy nagyon előtérbe helyezett sport, és mégis látható, hogy micsoda szép eredményeket lehet benne elérni, hiszen én azt gondolom, mindenki meglepődött abban is, hogy amikor Imrék világbajnokságot nyertek, akkor 32 országcsapata vett részt ezen a bajnokságon, tehát alapvetően én azt gondolom, hogy nagyon elismerésre méltó volt az eredmény is, meg az, hogy itt történt az átadása Kapuváron és a közgyűlés előtt. A testületi ülés közmeghallgatással kezdődött. Így van. Miről tájékoztatja ilyenkor a város közvéleményét? Általában mi mindig így az év vége felé a költségvetés állása, illetve hogy a köré csoportosítjuk az elmondandónkat, hogy hogyan is történt az adóbevételeknek a felhasználása. Én azt gondolom, hogy ez az, amit úgy mindenki figyelemmel kísérhet. Hát úgy magunkba voltunk. Én azt gondolom, hogy ez viszont köszönhető annak a sajtótájékoztatóknak, amiket évek óta csinál a város, és nagyon köszönöm minden megjelent sajtó munkatársának, illetve azoknak az embereknek, akik velünk dolgoznak, Rábaközi Televízió, Rábaközi Magazin, Rábaközi Press, ugye most már ezt is mindenképpen meg kell említenünk, hiszen elég jó szócsöve lett a városnak, a Megyei Napilap, tehát mindenhol, és természetesen a rádiónkat sem hagyhatjuk ki, tehát aki tájékozódni azért akar azért a város ügyeiről, az tud tájékozódni. Nagyon kérem, hogy továbbra is figyeljék ezeket a sajtótermékeket. Bár egy kicsit a Megyei Napilapban az elmúlt időszakban kevesebbszer jelenünk meg, de én azt gondolom, hogy a másik többi sajtótermék ezt elég rendesen pótolja. Szerkesztő úr is ugye majdnem úgy havi rendszerességgel keres engem, és azért nagyjából mindig tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy mi is történt Kapuváron gyakorlatilag az elmúlt időszakban. Ahogy a közgyűlésen is látható volt, képviselőtársaim egyhangú szavazással fogadták el a beszámolót, mind az adókról szól, mind a költségvetés állásáról, mind az adókról szóló beszámolót. Én azt gondolom, hogy ez betudható annak is, hogy én következetesen tartom magam ahhoz az irányelvet, amit a 2006-ban fogadtattam el akkor az akkori testülettel. Nem volt nagy munka benne, hiszen megértő fülekre talált, és azóta is mellettem álló képviselőtestületekkel, hogy a költségvetés minél gyakrabban kerüljön a képviselőtestület elé, hiszen a költségvetés napi állásából tud mindenki információkat szerezni, hogy azok a tervek, amiket ő esetleg a testület elé akar vinni, azok reálisak vagy nem reálisak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos. Tehát fogalmazhatunk meg mi gyönyörű célokat, üvegpalotákat, meg én nem tudom micsodát, ha fedezetünk nincs mögötte, akkor ezek csak álmok maradnak. Én úgy értékelem, hogy a jelenlegi képviselőtestület is nagyon a realitások alapján
mozog, és tényleg csak azokat a célokat tűzi a maga elé, amiket meg is fogunk tudni valósítani. Egy kicsit viccesen kértem is ugye a sajtó jelenlegi munkatársait, hogy ez megint a tojásnak a esete, hiszen én nem szeretek előre semmilyen dolgokról beszélni, még akkor sem, ha mögöttünk már számtalan megnyert pályázat van. Én azt gondolom, hogy nagyon sok munka van még ezeknek a pályázatoknak a megvalósításához ahhoz, hogy biztosan kijelentessük, hogy ez már a miénk. Én ezért szeretek, és elnézést kérek a városlakóktól is, hogy egy kicsit, ha olyan, most majdnem azt mondtam, a szerényebbek, ez egy rossz szó, idézőjelben mondva szerényebbek vagyunk a sajtó tájékoztatásával ezen a téren. Én akkor szeretném erről a város lakosságát is tájékoztatni, amikor már azt tudom, hogy az a beruházás, az biztos, hogy meg fog valósulni. Ön említette, hogy Kapváron nagyon jó az adómorál, ez valójában mit jelent? Annyi, hogy jelző úr is ugye bár kicsit ugye, hogy sarkított, hogy ugye felszólításokat kell kiküldenünk, ezért az összes adóhoz mérten nagyon kicsi szám. Tehát én azt jelentem, azt értem az adómorálban, hogy az adók, azok jelentős része határidőben küldi a bevallását, és határidőben befizeti az adóját. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos momentum. És úgy, ahogyan elhangzott, valóban a kapuvári cégek jól prosperáltak ebben az évben, ez az adó mértékének, befolyt adó mértékének az emelkedésében tükrözik. Úgy, ahogy jegyző is elmondta, az adózók száma csak nagyon kis mértékben növekedett, viszont a befolyt adó mértéke jelentősen, és akkor még azt mondom, hogy ugye nálunk még nincs a 85-ös útnak az építése, ami ugye egy kiugróbb évet fog jelenteni az adózás szempontjából, hiszen a kapuvári szakaszon épülő autó gyorsforgalmi útnak a adóbevételei azok Kapuváron fognak jelentkezni. Tehát ez tisztán, effektíven a kapuvári vállalkozásoknak az adóját jelenti. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos momentum. Nagyságrendileg ez mekkora összeget takar? Hát az olyan 300 millió fölött vagyunk jelentősen. Csak ugye itt mindig van egy kicsit olyan öröm is, meg üröm is. Mert az, hogy a kapuvári cégek jól működnek, és jó az abbai adóbevételünk, ez nyilvánvalóan egy öröm. Viszont ugye nagyon jól tudjuk, hogy jelen pillanatban a feladatfinanszírozás miatt ugye ezek az adók nagy mértékben fognak majd számítani a következő években az állami támogatások vonatkozásában. Tehát én azt gondolom, hogy ez az adómérték még mindig az, hogy amikor még a város jól jár. Ugye sajnos van egy szakasz, amikor átlépünk egy határt, igen, akkor már egy kicsit, nem is azt mondom, hogy negatívan, már jó dolog, ha a város maga tudja a kötelező feladatait finanszírozni nagy részben a saját bevételeiből, csak akkor kevesebb jut ugye másra, olyan dolgokra, amit mind magunk határozunk el. Ugye a testületi ülésen mi az, ami még elhangzott, és érdemes rá felhívni a figyelmet? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos momentum volt a Kapuvári Értéktár Bizottságnak a beszámolója, ami igazából a bizottságülésen zajlott, ott tudott részt venni Csitai Gábor úr. Ugye Gábornak is maga iskolai elfoglaltságai, a néptánciskoláról beszélek, polgármesteri elfoglaltságai, elég szűkös határidőt szabnak ahhoz, hol tud megjelenni. De én azt gondolom, hogy az általa vezetett Értéktár Bizottság, és hadd mondjam, hogy az általa vezetett és a művelődési házunk dolgozói által kiszolgált Értéktár Bizottság nagyon jó munkát végzett az elmúlt időszakban. Igazából megtöltöttük a kapuvári tulipános ládát, ezt a címet adtuk neki, ugye, hogy töltsük meg a kapuvári tulipános ládát, és nagyon sok értéket tudtunk a megyei értéktárba is küldeni. Ismételten úgy, ahogy a testületülésen is szeretném elmondani, hogy aki olyan kapuvári értékről tud, aminek a helye itt lenne a mi értéktárunkban, az nyugodtan keresheti a bizottságot, és biztos, hogy a bizottság foglalkozni fog a kérdéssel. Testületi munkával kapcsolatban úgy tudom, ebben az évben még lesz testületülés. Igen, feltétlenül. Én számítok arra is, hogy még rendkívül ülést is kell tartanunk, hiszen beszéltünk arról, hogy a közbeszerzéseinket jó lenne minél gyorsabban indítani a pályázatokhoz kapcsolódóan, de ami még úgy nagyobb nyilvánosságra tart a számot, az mindenképpen december 21-én kivételesen csütörtökre tervezünk még egy záró testületi ülést, amivel aztán lezárnánk az évet. Ugye most
föloldódott az a kötöttség, hogy ugye december 15-éig kellene megtartani azt a költségvetés elfogadó gyűlést, ami eddig kötelezte az önkormányzatokat 2013-ig körülbelül, ez már nincs, így most mi is 21-ére tesszük egy kicsit, hogy még azokat a döntéseket meg tudjuk hozni, ami effektíven és feltétlenül kellenek a következő évnek az indításához. Jelölt az is, milyen adventi programok lesznek a városban. Elégedett a program sorozattal? Én azt gondolom, hogy feltétlenül elégedett vagyok. Ugye itt nagyon komoly különbséget kell tennünk azok között a rendezvények között, amelyeket az önkormányzat vagy maga rendez, vagy támogat. Itt azért kialakult egy nagyon szép rend már. Természetesen ezen kívül civil szervezetek rendezhetnek maguk rendezvényeket, de én azt gondolom, hogy a város most már fölállíthatott egy nívót, ami alatt azt mondja, hogy ezt megrendezhetitek, de köszönjük, mi ezt nem effektíven támogatni nem tudjuk. És látjuk, hogy mit hoz az élet, bár most két rendezvénnyel bővült ezeknek a sora, hiszen a Kolbász Fesztivál ugye nagyszerű eredménnyel zárult, egy nagyszerű látogatottsággal, hadd mondjam el, ezt mindenképpen föl fogjuk venni a következő programsorozatba, és a hétvégén zajlott ugye a Gartai búcsú, ami szintén egy új kezdeményezés, Pepó vendéglőnek a dolgozóinak és tulajdonosainak a ötlete alapján és megrendezése alapján, ugye amiben aztán a Gartai muskétások elég jó szerepet vállaltak a rendezvényben, illetve a Gartai alapítvány, és én azt gondolom, hogy egy nagyon, aki ott volt, az egy nagyon jó rendezvényen vehetett részt, és nagyon jól érezhette magát. Az adventet nagyjából ugye elmondtam, szombaton közös fénygyújtás, gyertyagyújtás, Szent Anna templomban ugye 6 órakor, Szent Mise keretében, és utána szokásos módon Gosnyi Erzsikéjék jóvoltából a Kapuvári Junior Mozgástúdió és a Kapuvári Mazseret csoportok közreműködésével ismételten a Kapuvári fenyőfánál, karácsonyfánál találkozhatunk. Vasárnap 3-án a Házhelyben lesz hasonló rendezvény, ami eddig meg szokta előzni a nagy rendezvényt. Most itt, hogy a gyerekek is ki tudjanak menni, ezért Hoffer doktor úrék vasárnapra tették ezt a rendezvényt, örülök neki. Ami egy színfoltja lesz még a városnak, én azt gondolom, hogy december 10-en Hanság Big Band 20 éves, vasárnap 18 órakor, 10-én 18 órakor, jöjjünk el, ünnepeljünk együtt a Big Band-del, én azt gondolom, hogy megérdemlik, és december 16-án pedig a szokásos karácsonyi koncerttel zárjuk gyakorlatilag az évet, és amit még el kell mondanom, december 31-én éjfél tűzijáték a főtéren, ott is szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm. Köszönöm szépen.